Massachusetts. 1977 áprilisában néhány tinédzser azt állítja, hogy egy furcsa lányt láttak az erdőben Dover mellett. Az biztos, hogy láttak valamit, ez nyilvánvaló. A kérdés csak az, hogy mit láttak. A szemtanúk lerajzolták, és egyértelmű, hogy mind ugyanazt látták. Ha megnézzük a két képet, ugyanazt a lényt látjuk rajtuk. Semmilyen állatra nem hasonlít. A nyomozók munkához látnak, és megkezdődik az úgynevezett Doveri démon utáni hajsza. Ez egy furcsa eset, mert több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Lehetséges, hogy a Doveri démon egy még ismeretlen állat? Lehet, hogy egy másik civilizációból érkezett, vagy egyszerűen átverés? Bármelyik legyen is, a mai napig rejtély maradt. Egy New Englandi kisvárosban három ember két egymást követő este rendkívüli dolgot látott. Egy élő lényt. Mi volt az? Senki sem tudta. 1977. április 21-én és 22-én érdekes dolog történt a Massachusetts-i Doverben. Sokan azt hiszik, hogy ilyen észlelések csak elhagyatott területeken történnek. Dover az egyik leggazdagabb város az egész államban. Nagyon hangulatos, és akkoriban több ló élt itt, mint ember. Ez egy vidéki terület, sok a farm és az erdő. Akkor körülbelül 5000 ember élt itt. Tipikus New Englandi városka kőfalakkal és régi templomokkal. Ezen a helyen egymás után két este a szemtanúk ugyanolyan élő lényt láttak. Az első szemtanú egy tinédzser, aki autóban ült. Billy Bartlett este 10 óra körül épp hazafelé fuvarozta két barátját. Egy buliban voltak, és ahogy haladt az úton, hirtelen egy furcsa lényt látott egy kőfal mellett. Rátaposott a gázra, úgy 70-nel mehetett azokon a sötét, kanyargós utakon. Talán kicsit gyorsabban, mint kellett volna. Szólt a barátainak, hogy valami nem stimmel. Megkérdezték, mi a baj, és ő elmondta nekik, hogy valami furcsát látott az út mellett, és nagyon megijedt. A barátai kíváncsiak voltak, de majdnem 2 kilométert mentek, mire sikerült rávenni Billit, hogy forduljon meg. Végül persze visszamentek, és a barátai azzal bohóckodtak, hogy elkezdték hívni a lényt, hogy láthassák. Billy nem szállt ki a kocsiból, még mindig félt. Később Billy lerajzolta, amit látott. Mivel művész volt, amikor hazaért, lerajzolta, amit látott. A képen egy lény van, nagy dinnye-szerű fejjel, majom-szerű testtel, cingár végtagokkal, nagy narancssárgán csillogó szemekkel, de nincs se orra, sem szája. Szerintem ma sokan azt mondanák, hogy ez egy szürke idegen, és ettől csak még érdekesebb. Ám aznap éjjel nem ez volt az egyetlen észlelés. Kicsivel éjfél után, 0:30 körül, egy másik kamasz, John Baxter, egy randiról sétált hazafelé. Hirtelen meglátott valamit, vagy valakit, aki felé tartott. Először azt hitte, hogy az egyik barátja az. Meg is szólította, MG, te vagy az? De nem kapott választ. Ő is ugyanazt a lényt látta. De nem 4 kézlábát, hanem 2 lábon, mint egy ember. Hasonlóan írta le, mint Billy, nagy, kissé 8-as alakú, de mégis kerek fejjel. Az arc egyetlen jellegzetessége a narancssárgán csillogó szem. A lény megfordult és lefutott egy lejtőn az erdőbe, de ő bátran utána futott. És elég közel ment hozzá. Baxter azt mondta, hogy körülbelül 9 méterre lehettek egymástól, szóval elég közel volt. A fiú azt mondta, hogy a lény egy kisebb fa mellett állt.
az ujjaival a fa törzsébe kapaszkodott, a lábaival egy kőbe. Aztán felé fordult, és a fiú elkezdett félni, mert nem tudta megállapítani, hogy mi lehet az és mit fog csinálni. Aztán inába szállt a bátorsága, és gyorsan elfutott onnan. Ahogy futott, találkozott egy párral egy kocsiban, felvették. Amikor hazaért, felment a szobájába, és épp ahogy Bill, lerajzolta, amit látott. És az a megdöbbentő, hogy a két fiú egymástól függetlenül, két óra különbséggel ugyanazt rajzolta. És később, amikor összehasonlítottuk a rajzokat, kísértetiesen hasonlítottak egymáshoz. És többen is látták ezt a hátborzongató látványt. Az észlelések másnap éjjel, április 22-én is folytatódtak. Éjfél körül két másik fiatal, egy 15 éves lány, Abby Brabham és néhány idősebb barátja Will Tainter éppen hazafelé tartott a kocsival, és ők is látták. Sőt, mindketten látták. A lány egy kicsit jobban meg tudta nézni, mint a fiú. A lány azt mondta, hogy ez az élőlény nagyon furcsán nézett ki. Majomszerű szörtelen lény volt hatalmas hosszúkás fejjel. Nagy csillogó szemei voltak, de úgy tűnt, hogy nincs se orra, se szája. Itt az egyetlen különbség, hogy a szeme zöld volt. A lány azt mondta, hogy zölden csillogott a szeme, a többiek narancssárgának látták. Ez lehetett a fény visszaverődés miatt. A barátja csak egy pillanatra látta, ő azt mondta, hogy akkora volt, mint egy kecske. Barna volt és elugrott, de csak ennyit látott. Úgy gondolom, hogy ha csak kitalálták volna, akkor azt mondta volna, hogy jó alaposan megnézte. Egyeztették volna a sztorit, hogy biztosan ugyanazt mondják a lánnyal, de a fiú bevallotta, hogy csak egy pillanatra látta. Érdekes lehet, hogy Will Tainter és John Baxter barátok voltak. Ezek a srácok mind ismerték egymást. Dover nem egy nagy város. Az összes kamasz, aki látta a lényt, ugyanabba az iskolába járt. Will tudott az észlelésről, de Abby nem. Will sokat kérdezgette a barátnőjét, és megpróbálta összezavarni, hogy olyan dolgokat mondjon, amelyek nem voltak igazak, csak azért, hogy tesztelje. A lány viszont nem zavarodott össze, végig ugyanúgy írta le a lényt. Azt mondta, ez egy szőrtelen lény volt, akinek nem volt se orra, se szája. Ugyanúgy, mint a többi szemtanú. De vajon mit láttak? Egyre nagyobb volt a rejtély. Amikor 1977-ben a Massachusetts-i Doverben három kamasz, Bill Bartlett, John Baxter és Abby Brabham egy furcsa lényt látott egy erdős részen, egy ideig senkinek sem beszélt róla. De Billy, a tehetséges művész, lerajzolta, amit ő és a barátai láttak. Aztán, amikor Billy festményét véletlenül felfedezték egy közeli régiségboltban, felkeltette egy mára híres kriptozoológus figyelmét. Bill képe, amit a lényről festett, egy régiségboltba került. A kriptozoológus Loren Coleman, aki szintén ott járt iskolába, egy nap épp arra járt, és meglátta, hogy a bolt tulajdonosa épp azt a képet nézi. Kíváncsi lett, mert a képen olyan dolog volt, amivel sokat foglalkozott. Beszélgetni kezdett a nővel. A tulajdonos elmesélte nekik ezt a furcsa történetet arról, hogy valaki látta ezt a bizarr lényt. És mivel Loren még nem hallott róla, elment és kikérdezte a szemtanúkat. Loren Coleman hitt benne, hogy ez egy titokzatos lény. De mi az a kriptozoológia? A kriptozoológia az ismeretlen vagy a furcsa lények tudománya. Ilyenek a nagyláb, a yeti, a Loch Nessi szörny, a molyember és a többiek. A kriptozoológia azért kapott tudományos rangot, mert régen nagyon keveset tudtak a világról és a benne élő állatokról. Még az 1800-as évek végén sem tudták, hogy milyen élő lények vannak. Létezett egy teveleopárd nevű állat, amit sokszor kiállítottak. Ma már tudjuk, hogy az a zsiráf. Az is igaz, hogy még mindig nem fedeztük fel az összes állatot a világon, és a zoológusok még mindig találnak eddig ismeretlen állatokat a
mélytengerekben, a dél-ázsiai őserdőkben, Afrikában és máshol is. Időnként felfedeznek olyan állatokat, amelyeknek addig a létezéséről se tudtunk. Nemrég találtak egy bojtos úszós halat, amiről azt hittük, hogy rég kihalt. Loren Coleman érdeklődni kezdett a lény iránt, amit a kamaszok láttak. Kétség kívül ma Loren Coleman a legismertebb kriptozoológus kutató a világon, de az Egyesült Államokban legalábbis. Ő a Nemzetközi Kriptozoológiai Múzeum alapítója. Ő adta a lénynek a Dovery Demon nevet. 77-ben még jóval fiatalabb volt, és úgy döntött, utána jár ennek az ügynek. Loren meghívott egy nyomozó csapatot, akik nagyon alaposan kivizsgálták a beszámolókat. A kísérője Walter Webb volt, akkoriban ő volt a Bostoni Természettudományi Múzeumban található Hayden Planetárium igazgatóhelyettese. Magas pozícióban volt, de Webb emellett lelkesen kutatta az UFO jelenséget is. Ők ketten rávetették magukat erre az ügyre. Két másik kutató is elkísérte őket, akik szintén elkötelezett UFO kutatók voltak. Akkoriban az volt a legnagyobb szervezet erre. Beszéltek a szemtanúkkal, aztán kikérdezték a barátaikat is, elmentek az iskolájukba, beszéltek a családjaikkal, a helyi rendőrséggel, és a beszámolók alapján újra játszották a történteket. Minden követ megmozgattak, hogy felgöngyölítsék ezt a furcsa történetet. A kamaszok, akik látták a lényt, részletesen beszámoltak róla Loren Colemannek. Az első Bill Bartlett volt, aki először látta a lényt. Bill Bartlett azt mondta, nem látta, hogy volt-e farka, mert guggolt. Nem volt füle, szája, sem orra. Csak egy pillanatra látta, tehát lehettek más jellegzetességei, amiket nem vett észre, de a narancssárgán csillogó szemeit jól látta, és azt mondta, pár másodpercig farkas szemet néztek. A lény szőrtelen volt, a bőre élénk színű, szinte mint egy rajzfilm figurái. Volt, aki szerint sárgás-barna volt, mások szerint barack színű, de érdekes, hogy azt mondták, hogy olyan volt a bőre, mint a cápáé, vagy mint a vizes dörzs papír. Eredetileg a cápabörcs mirgilinek használták, mert apró fogak vannak rajta, és ettől elég durva. Ha valaki kitalál egy szörnyet, gondolják, hogy azt mondaná, hogy olyan volt a bőre, mint a vizes dörzs papír. Ez nagyon furcsa. Ez nem olyan, amit csak úgy ki lehet találni. Aztán a nyomozók kikérdezték Bill osztálytársait is, akik vele voltak aznap este. Később a nyomozók velük is beszéltek. Egészen addig nem hittek neki, amíg meg nem látták, hogy mennyire fél. Csak akkor vették komolyan. Elhitték, hogy valami furcsa dolgot látott. Nos, ha a fiúk hazudtak volna, azt mondták volna, hogy mindannyian látták, de azt mondták, hogy nem. És még bátorították is, hogy rajzolja le. Hasonlóképpen a családja is azt mondta, hogy bíznak benne és hisznek neki. Szóval szerintem az ilyen dolgokat érdemes figyelembe venni a szemtanúk vizsgálatánál. A második szemtanút, John Baxtert is megkeresték. A nyomozóknak fenntartásaik voltak Johnnal kapcsolatban, mert tudták, hogy sci-fi rajongó, és ezt ő mondta nekik, szóval ez nem volt igazságos. John Baxter csak 5 nappal később tudta meg, hogy mások is látták, amit ő. De hát, ha csak kitalálta, az túl nagy véletlen, hogy az ő rajza ugyanolyan volt, mint a többieké. Azok, akik Johnnal beszéltek, nem látták őt labilisnak, nem tűnt hazugnak. Arra jutottak, hogy megbízható fiatalember. Abby Brabham pedig kitartóan ragaszkodott ahhoz, hogy a lénynek zöld szeme volt, nem narancssárga. Azt gondolhatnánk, hogy ennek nincs értelme, a többiek narancssárgának látták. Nem tudom, ha láttuk már egy macska szemét a sötétben, az sem mindig ugyanolyan színű. Lehet, hogy Abby emiatt látta más színűnek a szemét. Nekem tetszik, hogy kitartott emellett, még akkor is, ha ez nem egyezett meg a többiek leírásával. Számomra ez is a hitelességét mutatja. A nyomozás nagyon alapos volt, de még így sem sikerült kideríteni, hogy ki vagy mi volt a Dovery démon.
Dover, Massachusetts, 1977 áprilisa. Három kamasz két különböző estén olyat látott az erdőben, amit nem tudott megmagyarázni. Mivel a nyomozás sem derített fényt a lény származására, végül teljesen elakadt. De hamarosan felkapta a helyi és az országos média. Ez az eset Lauren Coleman miatt lett szenzáció. Lauren adta a lénynek a Doveri démon nevet, de szerintem igazából azt akarta, hogy több szemtanút vonzon. De ez végül nem sikerült. Ehelyett nagyon felfújták a történetet, és sokáig beszéltek róla, főleg a helyiek. Hirtelen felkapták a rádiók is, és úgy egy hét múlva, mire észbe kaptunk, már a Boston Globe is lehozta. Újabb egy hét múlva már az országos médiába is berobbant. A rendkívüli média figyelem odavonzott minden UFO kutatót Amerikából. Oda sereglettek, hogy átkutassák a területet, ahol a Doveri démont látták. A kamaszokat is felkérték, hogy segítsék a kutatást. A démon megtalálása volt a legfontosabb küldetésük. Elmentek arra a három helyre, ahol látták, és mindent megtettek, hogy a legpontosabban újrajátsszák a találkozás pillanatait autóval vagy gyalog, ahogy John járt ott. Csak a szemtanúk beszámolóira támaszkodhattak, arra a néhány pillantásra, vagy amit az autó fényszórói mögött láttak. Csak sziluett volt a sötétben, de nem volt semmilyen nyom, se lábnyom, se semmi. Nem találtak semmit. A nyomozók végül arra jutottak, hogy nem tudják megmondani, hogy mi volt az. Ám a bizonyítékok hiánya ellenére sok elmélet született. Egyes szakértők szerint a lény egy újszülött borjú vagy jávorszarvas lehetett. Volt néhány probléma ezzel az elmélettel. Az egyik, hogy nem úgy nézett ki, mint egy bébi jávorszarvas. Ha megnézzük a rajzot, nem hasonlít jávorszarvasra, már csak azért sem, mert abban az időszakban a fiatal jávorszarvasok már egyévesek voltak, sokkal nagyobbak, és azoknak van szőre is. John rajzán jól látszik, hogy a lény két lábon áll, és lefutott egy domboldalon. Erre sem tehén, sem csikó, sem jávorszarvas nem képes. Mások úgy hitték, hogy a lény jóval egzotikusabb lehetett. Vannak állatok, akiknek hosszú nyúlánkvég tagjai vannak, amilyen a pápa szemes maki. Ezek Ázsiában élő éjszakai állatok, akik a hosszú végtagjaikon közlekednek. De nekik nincs túlméretezett fejük, vékony nyakuk és ilyen furcsa szinte vonások nélküli arcuk. Ennek nem volt sem orra, sem szája, és túl nagy volt a szeme, olyan, mintha nem a biológiai evolúció terméke lenne. Lehetséges, hogy a Doveri démon egy földönkívüli lény volt. Egy földönkívüli civilizáció része, aki villámlátogatást tett a New Englandi erdőben. Ha másképp nézzük a leírást, amit a lényről adtak, az leginkább a földönkívüliek leírására hasonlít. Azokra, amiket a Roswell incidenskor láttunk, vagy a harmadik típusú találkozásnál, vagy amilyen Gollám a gyűrűk urában. Mivel az észlelések a víz mellett történtek, a Doveri démon lehetett egy sellő is. Ezek lehetnek férfiak és nők is. És voltak olyanok, akik szerint a Doveri démon lehetett egy sellő, aki kijött a Charles folyóból, hogy kicsit felfedezze a környéket. Érdekes elmélet, mert a vízhez is sok természet feletti lény köthető, így ez is egy logikus lehetőség. It just makes sense that that's a possibility. Egy furcsa lény, akit három különböző ember látott Massachusetts erdős területén, és ugyanolyan leírást adott róla. Véletlen lenne? Vagy összejátszottak? Vagy igazi rejtély? Mi a Doveri démon? Egy még fel nem fedezett állat, vagy egy idegen civilizáció lakója? Ha kritikusan gondolkodunk, vagy bizonyítékokat keresünk, mi a valószínűbb?
Az, hogy egy teljesen ismeretlen állat bukkant fel hirtelen, de soha többé nem látták. Vagy annyira rossz látási viszonyok között látták, hogy soha nem derül ki, mi volt az. Vagy hogy ez az egész egy humbug. Nem tudom. Én az utóbbi kettő felé hajlok. Amikor a szkeptikusok egy természeti magyarázatot erőltetnek, akkor felmerül a kérdés, hogy a kutató magyarázni akarja a jelenséget, vagy csak terel. Szerintem az nem jó, ha azt mondjuk, hogy ha nem valószínű, akkor egyáltalán nincs is. Az sem segít, ha úgy közelítünk meg valamit, hogy a fejünkben már kész a válasz, és azt erőltetjük rá mindenre. Minden esetet részletesen meg kell vizsgálni, mert itt tényleg vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy földön kívüli volt, nem jelenti azt, hogy interdimenzionális lények törtek be a mi valóságunkba, akik aztán eltűntek. De ahogy haladunk a 21. században, kiderül, hogy a fizika törvény bonyolultabbak, mint hittük. A világ sokkal furcsább, mint el tudnánk képzelni, és olyan sokat fejlődött a tudomány és a kvantumfizika, hogy kezdjük megérteni, hogy nem ez az egyetlen valóság. Szerintem lehet egy alternatív valóság, ami időnként valahogy egybeolvad a miénkkel.